először fog rendelni, nyilván nem doktor, lengyel csak. Így neveztem most el, szó. Szia! Miben segítetek? Megfáztál? Találunk ki pár gyógyszert rá, és hidd el. Hamar túl leszel rajta, nagyon maximum egy hét, és már fogsz gyógyulni, és újra mehetsz közösségbe. Mindenképpen szükséged lesz egy nagy-nagy pohárra, ami, hogyha nem nagy pohárát, akkor most maximum többször fogsz menni és tölteni. Akkor természetesen jobb egy kisebb pohár is. Most jelenleg én egy ilyet tudok számodra mutatni. És egy ekkora pohárra minimum szükséged lesz, hogy tudj szürcsölgetni. Sok-sok tea, illetve a multivitaminos üdítők italok tudnak segíteni. De én a teát ajánlom számodra. Sokkal jobb most jelenleg a természetes gyógymódok. És az alapdolgok nem kell a szervezetedet közvetlenül s rögtön gyógyszerekkel támadnod igazából. Mert még sokszor többet ártasz vele, mint az. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy pihenj sokat, teázz, és a nagymama gyógyító húslevesét mindenképp alkalmaz legalább a héten 2-3 alkalommal, ha pedig nem segítene semmi. Most csúnyán fog hangzani, de várlak vissza jövő héten, és majd akkor kitaláljuk, hogy mi is lenne számomra. Sikerült meggyógyulni jobban, vagy a helyzet változatlan, esetleg rosszabbodott a helyzet, vagy mondd el, mi a jelenlegi tényállás. Aztán megpróbálunk rá együtt valamit kitalálni. Vagyis, hát olyan szinte, hogy én elmondom, hogy mint orvos, mit ajánlok. Aztán te pedig kiváltod az adott gyógyszereket, úgyhogy kezed fertőtlenítettél. Jó. Szájmaszk rajtad, mint ahogy látom. Rendben. Akkor vágjunk is bele, és mesélj, mi a jelenlegi helyzet. Ugyanúgy feltorgod. Sőt, még most már gyengébb is vagy, és a szemed is egyre jobban ég. Hát, Covid-tesztet csináltál otthon. Az eredmény jó. Azért egy PCR-tesztre ki foglak írni mindenképpen. És majd utána, ha annak megvan az eredménye, utána folytatjuk a konzultációt, mert nehogy félrekezdjük el kezelni, és nagyobb problémák legyenek, úgyhogy most, hogy megvan az eredménye, jöjj vissza. Jött a PCR-tesztednek az eredménye, úgyhogy most már ez alapján tudjuk folytatni az egészet, és ahogy látom, negatív lett, hál' Istennek az eredmény, úgyhogy akkor egy megfázással állunk szemben. Semmi javulás azóta se. És ugyanúgy, akkor nem mész közösségbe, és ugyanúgy táppénzem vagy. Jó, rendben, és aztán mettel vagy. Torkodra mindenképpen a dolitricin tudom javasolni.
hasznosabb, mint a streptomicin és a strepsils antibiotikumot szeretnél iratni. Augmentin a semmi képjű. Melyik antibiotikumot szedted meg utoljára? És az mikor volt? Mikor szinadot szedted? Fél éve. Jó, rendben. Akkor most már szedted szúrja szinadot, rendben. Akkor fel is írom neked. Szinad. Jó. Már fent is van a felhőbe, és akkor már váltatod is ki majd. Vagy osprét tudok neked ajánlani. Ugyan a szívén. És a rinatiol. Mind a kettő nagyon jó. Mind a kettőt ajánlani tudom. De a naszivénről mondanak sokan olyat, legalábbis sok páciensem már olyanról számolt be, hogy annyira megszerette ugye az érzést, amit a naszivén ad tekintve, vagy aloe vera és eukaliptusz kivonattal van, hogy már-már függőséget alakított ki náluk, úgyhogy csak csinyán ezzel a nazivinnal. Mert nem lesz túl jó neked, hogyha sokat használod. Nem fújtam a szemedbe. Azt figyeltem meg, úgyhogy tökéletes. Egyébként már a nazivinnek csak egy-két fújás a levegőbe, és azt taglázod. Nyilván, hogyha érzed a szavokat, illatokat, már az is nagyon sokat tud segíteni tekintve, hogy olyan jó illata van, és viszont vigyázz, mert könnyen habosodik, úgyhogy ne nagyon sokáig. A rinatiol biztonságosabb, úgyhogy őt is tudom ajánlani. Majd töltsd el, hogy melyiket szeretnéd megvásárolni. Patikában kapható nyilván. Úgyhogy mindegyikkel csak óvatosan. Igen, már ami itt van nálunk, az már eléken kék kifogyóban van. Úgyhogy ezt most sajnálom, nem tudod megszaglázni. Ez egy 2679 forintos szemcsepp igazából a szemedre. Ezt tudnám ajánlani. Ez egy System Ultra nagy hatékonyságú szemcsepp. Ilyen kis picike üvegcsépen vagy mi ez. Található meg. Mint egy kis illóolaj, úgyhogy nehogy illóolajért. Ezt akart használni. Mint a Alkon márka, ugye, mint ahogy láthatod, igazából ebből mind a kettő szemedbe maximum kettőt naponta, és úgy, hogy 6-8 óra elteljen, és úgy tudod vele a legnagyobb fokú hatékonyságot elérni. Igen, ez kicsit úzós tétel, de igazából azok az osprék sem valami túl olcsó tételek. De ha meg akarsz gyógyulni, akkor muszáj plusz. Ezek ugye sokáig is kitartanak, tekintve, hogy ez egy például nazivin, az egy 15 ml-es kiszerelés, a rinatiol pedig úgyhogy óvatosan velük. És ami a legjobb, melkasodat és hátadat ezzel a Vick vaporum kenőccsel, ezzel bekened, igazából ez is van, azt hiszem, több kiszerelésben. Most jelenleg nálunk itt a rendelőben csak ilyen van, úgyhogy ezek nem felírósak, viszont írtam neked antibiotikumot is, de ezeket használd, aztán, hogyha egy hét múlva nem tapasztalsz javulást, akkor és csak is akkor kezd el használni a szinatot, mert addig teljes mértékben felesleges látod.
kampány, de ezek, amelyek megoldják a problémát, és hogy szeretnéd az inatot, én felírtam. Én nem javaslom, hogy elkezd szedni, amíg ezeket nem használtad legalább egy hétig. Akkor sincs javulás, csak és csak is akkor kezd el szedni az inatot, különben nem. És mivel 500 millió